Líra Könyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg Gál Mózes Magyar Nők című könyve. A kötetről a Tarandusz kiadó főszerkesztőjét, Kovács Attila Zoltánt hallják. Gál Mózes a század elejé szecessziós időszaknak akkoriban ismert ifjúsági írója volt, aki sajnos az utókor azóta igencsak elfelejtett. A Magyar Nők kötet 11 magyar női portrét mutat be a magyar történelem évszázadaiból. Ha ezt időszakra kell vetíteni, akkor a 10. századtól indul, egészen a 18. századig megy el, hiszen a Zsibói úrnő a legutolsó történet, tehát a Veselininé életrajzi történet az utolsó. Az első pedig, ugye, mint említettem, a 10. századból Sarolta élettörténetén keresztül a Géza Szent István kaotikus időszaknak az ábrázolása női szemszögből. A köztes időszak az pedig, akit ki kell emelni, a kora középkorból a Szent Erzsébet legendája, aztán nagyobb ugrással Szilágyi Erzsébet életrajzi története, tehát ugye Mátyás anyjának a története, de mondhatnám Rákóczi feleségének, Lóránczi Zsuzsánának a története a 17. századból, vagy Széchy Máriájét, illetőleg később Borenissa Anna történetét. Történelmi források feldolgozásával dolgozott Gál Mózes, ennek a könyvnek a megítélése szempontjából mi szerint ez történelmi eszéggyűjteménye is, akkor tökéletesen megállja a helyét. Gál Mózes Magyar Nők című könyvéről Kovács Attila Zoltánt, a Tarandusz kiadó főszerkesztőjét hallották.